Szeretettel üdvözlök mindenkit a Ratchet & Clank Rift Apart című játék következő epizódjában. Ott tartottunk legutóbb, hogy megtaláltuk Quantum kapitányt. Most egy másfél órát szeretnék még tovább menni a játékban, 69%-nál járunk benne ugyanis. Szóval megnézzük, hogy merre felé visz tovább a kaland innen minket. Elméletileg ezen a helyen van még egy mellékküldetés, a kincsadászat, ami választható. Akár erre is rámehetünk, mert a sztori részeket szerintem most már hamar be fogjuk fejezni. Az Ardorism az zárva van az eltávozott Quantum kapitány emlékére? Ezt miért mondta ez a fickó? Mind a kettő játék, amivel ma este játszunk, egy PlayStation exkluzív játék, amik már PC-s megjelenést is kaptak, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy mind a kettő szerintem rendkívül király. Ugye előzőleg a Last of Us-szal játszottunk, most pedig a Ratchet & Clank következik. Elméletileg itt van egy mellékküldetés, amit meg kéne nézni. Nem itt volt a Pierre? Ki ez? Mi ez? Ez itt lövöldözni fog rám, vagy? Érdekes, hogy így random meg lehet őket verdesni. Ki gondolta volna, hogy a helyi kalózokat így arcon verheted, nem? Nem túl szép dolog egyébként, annyi szent. Szóval, hogyha oda megyünk, akkor bejön a kincsvadászat küldetés. Mi ez? Oh! Ez érdekes. Nem tudom, hogy mire kell számítanunk most, hogy miféle kincsvadászat... Ez egy lift volt? Aj, ne! Meg kell várnunk, amíg visszajön. De nem akarunk beesni, mert összenyom bennünket. Nézd, milyen gigantikus építmény. Hát Zoli, nem tudom, hogy mit lehetne. Vegyél be valami fájdalomcsillapítót, hátra leviszi a fájdalmat. Nem tudom, hogy... Nem hangzik jól, annyi szent. Ez itt nem nagyon jó, ugye? Egy kicsit valahogy sikerült kívül rekednünk onnan, ahonnan hát nem kellett volna. Ilyenkor meg lehet őket verni. Nem is feltétlen kell nekünk megverni őket, hiszen elegendő volna itt tovább menni. Á, ez lesz az, igen. Lehet, hogy ide egy kis hungát ledobok, azért biztos, ami tuti. Többiek majd elintézik a maradékot. Nem is rossz. Ez a shotgun nagyon-nagyon-nagyon király ilyen close range-re. Ilyen közeli ellenfelek ellen. Szép a damage-e, most már a hatótáv is teljesen rendben van. Szórása is. És mi ez a hatalmas parti most itt? Mi folyik itt, kérem? Szerintem kidobok ide egy fungit, meg egy kertilocsót, jó? Aha. Egy a többiek el lesznek szépen intézve. Szóval Baldur's Gate. És milyen a játék? Hogy tetszik PS-en? Nem nagyon lassú? Szintlépés, a méreglocsoló. Méreglocsoló. Hát eddig kerti locsoló volt a neve, most már méreglocsoló lett belőle. Lehet, hogyha a fegyver eléri az ötödik szintet, akkor onnantól kezdve új nevet is kap meg minden. Hát tudnak ezek megütni ott. Elég káprázatos lehet ez a zsákmány, hogyha ennyi kalóz őrzi. Na várjál. Ilyen diszkó... Azt a mindenségét, igen. Baj van a részek tengerésszel? Ilyenek mennek diszkóba? Beszarsz. Szintet lépett a bombavető is. Hát csak mindenre számítottam, de erre a számra nem. Nem igazán. Nem baj, legalább a gyerekek is tudnak azonosulni azért vele. Általános iskola óta nem hallottam szerintem ezt a zenét. Mármint, hogy ezt a dalt.
Na jó, és hova tovább? Be kell, hogy ide ugorjunk? Aha. Azt nézzük meg, hogy nem maradt itt raritánium. Egyébként az előző helyen sajnos maradt. Nem baj, kifele majd megpróbáljuk összeszedni. Kincs vadászat, ez a neve ennek a küldetésnek, úgyhogy remélhetőleg tényleg lesz majd itt valami. Nagyon jó az irányítás, a kontroll, olyan, hogy teljesen benne járatban az ember, csak hányan tudom. Hát én már visszamondtam. Megmondtam, hogy hát PS-ről azért nem tudom. Tehát, hogy mondjam. Biztos, hogy jól van kitalálva, de én szerintem a D&D játéknak az egér billentyűzet az nem árthat. Hogyha shortcutolni tudod a dolgokat, és nem egy gyűrűn kell előhúznod állandóan a képességeidet. Én úgy gondolom, hogy azért gyorsítani fog a végigjátszásunkon, hogyha nem, hogy is hívjákkal megyünk. Itt volt ebben a sprint ebben a játszásban? Ja, igen, a másikon. Ezek mit csinálnak itt közben? Honnan jöttetek? Nem látok itt semmilyen zsákmányt. Ó, várj, itt fel lehet menni egy lifttel. Na, ezt nem vettük észre kapásból. Életet kaptunk, az menőség. Hogy jutottak túl? És abban van a kincs, abban a kis dobozkában? Nice. Dobáljunk olyan fegyverek, és hát olyan gránátokat is, amiket egyébként nem szoktunk a játékban. Pedig szerintem mindenképpen megérni. Mindig elintézik, amit el kell. És miénk a kincs. Zsákmány láda, most már csak a miénk. Nézzünk csak bele. Mi ez? Map-o-matic, szuper. Feltárja a felfedezetlen raritániumokat, a ritkániumokat. Érdekes, hogy ide nem is jöttünk át. Ezek szerint van még egy... Ja, hogy ez teleportálna át oda, hogyha oda át tudnánk menni? Vagy ez a teleport viszát oda, ahova most mennénk? Érdekes. Zsákmány piacra történő ugrás. Ezzel visszajöttünk középre? Igen. Egyébként van még ritkánium, ott van fent. Az jó kérdés, hogy hogy mész oda fel. Ugye ezt már néztük is az előzőekben, hogy van ott egy létra, de hát a létra mászás eddig a játékban nem igazán volt. Nem tudom, hogy oda hogy mász. Ja! Ez nem is volt eddig ott. Na, az a ritkánim az nagyon jól fog jönni. Jó, és akkor most, hogyha erre megyek. Azon a cél ugye, hogy átjussunk oda arra a helyre, ami nem arra van, hanem arra van. Igen, oda. Mi fog minket átvinni? Elvallom, hogy nem látom, hogy mi. Lehet, hogy ez a hajó, hogy oda kimész, és akkor el kell indi... De nem, mert ott meg... Megakad a folyam... Vagy lehet itt úszni? Szerintem nem lehet úszni, hogyha jól sejtem, ugye? Lehet, hogy át lehetne ugrani onnan fentről. Áó! Jó, oké, lehet úszni, de valami nagyon furcsa hall lakik odalent. És akkor innen átugorhatnék oda. Hát ez teljesen a másik irány, sajna. Nem baj, ettől függetlenül megnézzük ezt, ami itt maradt. Mert hogy ugye itt maradt valami. Aha, ott érdekes módon ott jelzi a másik oldalt. Hát ott... Hey, ez nagyon szemét dolog volt. És mit csinált utána? Selfizett? Mi volt az? Megállt selfizni, jól láttam. Valami furcsa dolgot művel. Aha, ide ki lehet jönni, és akkor kiírd a ritkánium. Nagyon király. Ezek most a felfedezetlen részei ennek a kalóz őrületnek, és akkor ott lenne fent a következő. 76 méterre, 73 méterre. Aha, már látom is, hogy honnan akarja, hogy átmenjünk oda. Onnan fentről. Oké, de vajon hagyják ezt büntetlenül? És helyi csicskák, hogy én ide bemászkáljak. Aha. Na ez mindenféleképpen kellett. Koponyahegy alja, hajótörés szenvedett hajók mellett van. És akkor az nekünk kell, a Koponyahegy alja.
Ja, hogy ez? Aha, és akkor itt meg ráadásul lenne egy ilyen ritkaság bigyula is. Aha. Ezt nem tudom, mindjárt megnézem, hogy honnan lehetne felszedni. Tudod, az az arany csavar. Most azt akarja mondani, hogy itt tudni. Ó, hát persze, hogy tudnék. Sebességfokozása azért egyre nyomva. Jó, de itt akkor meg kell állnunk, ugye? Ezt mindjárt kitalálom, hogyha itt vagyok, akkor... Hogy megyek oda középre? Ja, ott van fent. Ez nem is fájt annyira. Azt hittem, hogy ez vészes lesz, de nem volt a... Jó, ez nem nagyon jó. Ne egyen meg, lesz. Hát ez nem volt fair. Hát most mi? Hát átmentem ott középen, és akkor... Hát de mekkora csalás volt ez? Láttátok, hogy mit össze nem csalt a játék? Hát ezt azért sok mindent gondoltam volna, de ezt nem. Szevasszerisz, mi a helyzet? Hogy megy a racsni kalandja? Hát, közösen lassan. És... lendületesen egyébként, de attól függetlenül, hogy lassan. Vagy csak a karlendítések nagyon. Erre indultunk el, ugye? Akkor már itt is vagy, és hogyha felszállsz a csiguszra, akkor meg is találhatod, hogy mi a helyzet a másik oldalon. Nem kell annyira gyorsan mennünk, mert valahol itt van a jobb oldalon az irány, amire szükségünk van az aranycsavar megszerzéséhez. Ugrani nem hiszem, hogy tudok rajta, vagy ha tudok, akkor nem tudom, hogy ez jó ötlete. Lehet, hogy körbe kéne így menni. Álljunk csak meg. Ide mindenféleképpen ki kell kötnöm. De lehet, hogy oda kellene mennünk inkább mi. Megnézzük, hogy merre lehet oda menni. Ez az aranycsavar, ez zavarós. Hogy nem tudjuk megállapítani, hogy mégis merre kéne haladni vele kapcsolatban. Most jó helyre jelölt? Aha, jó helyre jelölt ebben. Ezek nem a barátaink, ha jól sejtem. Az ott egy kémbot. Csak így. Ez igen. Nem gondoltam volna. És akkor ebből megvan már ez a negyedik a tízből. És innen lehetne teleportálni, de persze nem a teleport a lényeg, hanem a rengeteg ritkánium, amit itt találhatunk. És akarsz egy ilyen csigajárművet? Nem lenne zavaró, hogy ilyen nyálkáns, és azon kell csúszni állandóan? Fel lehet ugrálni? Esküszöm, hogy mintha lett volna egy sprint gombunk, de szerintem akkor ez lesz a megoldás. Áááá, persze! A rengeteg loot! Na, ezt kellett megszereznünk, oké. És így, hogy már ez is megvan, és felfedtük az összes ritkánium lokációt, ide kellene tudnunk még valahogy átmenni. Mert ott van még mellette egy csomó minden. Fogunk magunknak még egy csiguszt, azt szerintem jót fog tenni. Azt hiszem, hogy itt balra lát. Vagy elmehetünk teleporttal is. Lehet, hogy az... Ó, nézd, ott még van fent valami. Király. Teleportálunk. Szerbusz Banderas, hogy vagy mi a helyzet? Aha, totál nem jó helyen vagyunk. De most azt akarja mondani, hogy úgy teleportált el, hogy... Most tényleg? Hogy nem tudsz visszamenni? Hát de ez mekkora... Jaj, ne... És... Ó, barátom. Na nem baj, sietünk. Mindjárt ott vagyunk. Ez nem volt szép a játékfejlesztőitől, nem mondom. Nem tudtunk visszajönni oda, ahova szerettünk volna. Valahogy fel lehet venni ezt az aranycsavrot. Fel lehet lassítani ezzel. Rá kell jönnünk, hogy... oda hogy ugorjunk fel. Nem lehet, hogy kell, hogy legyen egy irány. Tehát be kell mennünk ide jobbra. Ó, és akkor itt... Aha, szerintem látom már. Hát ilyen ismeretlen... ösvényeket fedezünk most fel éppen. Most egy nagy fordulás. És mehet. Meg kell, hogy szerezzük. Meg is van! Tök menő! És innen mehetek oda? Nem, ez egy kis sziget. Bár lehet, hogy innen kell átmennünk. Nézzük csak meg.
Innen úgy tűnik, mintha lenne ilyen... Aha, igen. Királyság. Na, meg is érkeztünk még oda. Ahol elméletileg kettő darab ritkániumot találhatunk. Hát megint ez komoly? Kérdezi a kalóz. Ó, hogy itt hagytam volna bent, ahol a próba helyszíne volt. Ez könnyen lehetséges, igen, és akkor a végén nem tudom, hogy nem vettük észre. Jó, persze nem fontos ezt megcsinálni, csak azért csinálom, mert zavar, hogy nem vettük ezt itt fel. Meg hát tudod, egyszer átszaladtunk rajta, aztán el is volt felejtve. Mindjárt megyünk tovább a fősztori szálán is, hogy azzal is haladhassunk. Egyébként egy tök jó kis éjszakai játékot sikerült szerintem ebben a játékban most találnunk. Ott fent, aha, az volt az, amit nem csináltunk meg. Pedig fel lehetett odaugrani. Sehogy. Nincs egy magasabb pontja ezeknek, már emlékszem, hogy mi volt itt a baj, hogy állandóan kifagyott a játszás. Lehetne felmenni oda. És mind a kettő ott van egymás mellett. Szerintetek? Lehet, hogy úgy, hogy itt kiugrunk erre. Nézzük csak. Ez merre visz? Ez lefele visz. Pedig szerintem itt valahogy rá kell jönnöm erre. Hát csak lehet, hogy így. Egy, kettő. Ó, aha. Ő volt az, ami még hiányzó láncem volt. Itt mi van mellette amúgy? Az még egy raritánium? Alattam 39 méterre. Ja, ez meg ott lehet, amerre a lift ment, ugye? Mindent értek. Meglehetősen jó vagyok, köszönöm kérdését, hogy vagy, illetve a chatmizmus, hogy vagytok. Én nagyon fáradt voltam ma, alig tudtam aludni valamit, aztán teljesen ilyen... Hát, ilyen szédülős napom volt. Nem voltam túl jól. Viszont rohadt jó játékokkal játszunk ma este, és reménykedni tudok benne, hogy nem csak én élvezem őket, annak ellenére is, hogy fáradtan élvezem őket. Így sikerült megcsinálni mindent, begyűjtöttünk mellékküldetés, megvan. Ez, amit felvettünk, ez a térkép, ez a kincsvadászat küldetés, ez mindenhol megmutatja a ritkániumot, vagy csak ezen a helyszínen vajon? Hiba 3000 van folyamatosan. Nagyon sajnálom. Megyünk a Rivet elmegy az arénába, fejleszteni tudja a fegyvereinket. Mi? Miért menne Rivet az arénába? Nem kell a Scarstú törmelékmezőbe menni. Azt kéne megnézni, segítsünk Trudinak, nem? Szavali? Utasunk Lombaxtanok után, ezt még nem tudtuk megcsinálni. Pedig ide kell, hogy menjünk. A hősök újra összeállnak, hogy megfogalmazzák Nefarius végleges legyőzésének tervét. Na ez lesz akkor. Mégis csak oda megyünk a Scarstúba. Arénázni most nem kell. Ott a bronz kihívásokat, azokat teljesítettük már. Silverre még nem néztünk rá. Az uralkodó segédje azt mondja, hogy most üzenet az uralkodótól. Népem. Megcsináltam. Végre valahára. Kalózokat legyőzték. Az ellenállás megbomlott. És a galaxis végre az enyém. Így. Őrületes táncok. Ennyi. Hol az élvezet? Hol van a gyönyör? Gyilkos megvilágosodás? Miért nem érzek semmi különbséget? Mert a boldogságot azonosítottad a sikerrel, és most, hogy elérted az élet értelmetlen. Mit tudhatsz te egyáltalán a sikerről? Még nem teljes a győzelem. Még mindig olyan sok dimenzió van, amely megszólításra vár. Sok szerencsét a megtalálásukhoz. Évekbe telt, mire kitaláltam ennek a koordinátáit. Azért, mert elfejtetted az utazgatás első szabályát. Mindig legyen térképed. A dimenziós térkép az archívumban. A Szavalira megy. Vetted az adást, Rivet? Ja, ott találkozunk.
És akkor most nem is Skarsúra megyünk, hanem... Csak arra indultunk volna el, de közben a szavalink kötöttünk ki, vagy félreolvastam. De nem értem ezt az egészet, hogy sikerült teljesen más helyen kiukadni. Persze lehet, hogy azért, mert jó felé indultunk el, csak... It must be nefarious. Biztosan Nefarious az. Dimenziós térkép az archívumban van, ugye? Jaja. Rivet, ki itt? Nefarious uralkodott, tönkretette az archívumot. Körülnézzünk oda bent, hát ha megtaláljuk a térképet. Akkor ez már az a helyszín, amit bejártunk egyszer. Itt van a főküldetés, és... Amit nem találtunk meg, a maradék lombax bigyulák. Ez itt a kémbot? Tök jó, hogy be van jelölve most már minden a térképen. Itt voltak problémáink... Hol van Gary? Nefarious csapatai előttünk, Gary eltűnt teljesen. A fekete lyuk vihart azt megvásárolnám, az egy komoly kis fegyónak tűnik. A fejvadászban nem vagyok biztos. Jó, és a fejlesztésekben van egy két szintlépés nálunk. Kerti locsoló. Hol van? A kerti locsoló most már méreg locsoló. Ezek szerint lehet olyat csinálni, hogy a növény szobrok tovább tartanak. Ennyi? Hatósugárnevelés. Hát akkor jó, hát akkor menjen el. Azt hittem, hogy sebzi őket folyamatosan. És akkor volt még egy másik fejlesztető dolgunk is, ugye? Nem tudom pontosan, hogy melyik volt az. Bombavető? Ebben mondjuk rakhatnánk. Aha, igen, ez volt az, ami fejlődött. Nagyobb sebességű tüzelések. Maximális lőszer egyel növekedett, nagyobb lőtáv. És még mindig van három elköltetlen pontunk, amit nem raktunk bele semmibe. Lehet, hogy ez a fekete lyuk vihar. Aha, lehet, hogy ebbe kéne betenni fegyver, gyorsabb lehűlés. Idő növelése, mivel túlmelegszik a fegyó. Aha, szerintem az kellene, hogy ne nagyon melegedjen túl nekünk, és a gyorsabb lehűlésbe is kell majd beletenni egy pár pontot. Na, van egy miniganom, ami nem is annyira mini, oda nézd mekkora. Gigantikus nagy. Szóval ez volt a hely, ahol azokat a furcsaságokat észleltük legutóbb. Ez mi lehet vajon? Egy zsebdimenzió, amit nem teljesítettem ott fent. Hogy lehet ez? És ez megvolt már? Aha, ez már megvolt. De várj, itt nem is jó fele megyek, mi? Nem, hát persze, hogy nem jó felé megyek. Itt lejjebb veszek a hangerőből, mert látom, hogy nagyon hangos nálatok. Szóval itt most mindenki ellenünk lesz, egy pillanat alatt azonnal ránk jönnek. De én nem akarok velük megküzdeni, én nem akarok menni ezért a kémbotért, ami ott van arra. Rengetegen vannak itt. Túl terheli a dimenzionátor. Az univerzumok közötti határok feloldódnak. Csontkupac gúnok is vannak most már? Na, hogy vannak. De nem lehetne, hogy ne legyenek? És ezek egymás ellen is nyomulnak, vagy... Vagy csak ellenük? Nem, úgy tűnik, hogy ezek egymás ellen is vannak. Rengetegen vannak itt, oké, szerintem itt az ideje, hogy kipróbáljuk az új fegyverünket. A fekete lyuk viharát. Fogalmam sincs, mi van, de nyomom. Lehet, hogy a kerti locsoló, ami méreg locsoló nevet kapott újabban, valamint a fungi nevű haverjaink, viszonylag keményen küldik. Ez egy jó kis fegyver lett, így már látom, hogy megérte ezt felhúzni. És itt át sem mehetsz? Aha, ameddig ezt meg nem oldod, nem fognak kiengedni. Ide kellene... a tűzbe nem szabad belelépni. Kellene Trudinak a pajzslebontó képessége, nem? Vagy lehet, hogy azt akarják, hogy menjek máshová. Hát... A hasadás bevisz minket, gyerünk. De én nem látok itt sehol hasadást. Csviccel? Milyen hasadás? Szerintem engem átvernek. Fel lehet itt menni esetleg?
Aha, tökre nem. Hát bevallom, hogy én nem láttam, hogy mit akarnak. És akkor meg lehet ezt kerülni? Ó, Istenem, a tűz. Meg lehet ezt kerülni valami irányból? Itt fel lehetne tölteni a lőszert, a HP-t, a mindent. És amerre erre el lehetett jönni itt jobb oldalon, most már az is hiányzik. Lehet, hogy le kell győzni mindenkit? Milyen hasadékról beszél? De hiszen nincs rajta hasadék sehol. És azt nem fogjuk elérni, ami ott bent van. Király lenne, hogyha elérnénk, de nincs. Szóljatok, hogy láttok valamit, mert én itt most el vagyok akadva. Nem hittem volna, hogy ebben a játékban képes leszek ezt összehozni. De szerintem most sikerült megcsinálnom, nem látom. Lehet, hogy a gombák tetejéről. Várjál, lehet, hogy a gomba fel lök bennünket. Aha, csak hogy jutsz oda fel eleve? Nagyon magasan van. Aha. Nem tudom. Lehet, hogy azt akarják, hogy kerüljük meg erről. Akkor a láthatatlan falat raktak ide, hogy beszarsz. Egyáltalán megy még a stream, hogy mindenki alszik már. Jó éjszakát azoknak, akik igen. Hát jó, akkor lehet, hogy megküzdünk mindenkivel, mert... Találd meg a dimenziós térképet, menj az archívumhoz, találd meg a maradék lombax lorbokat. Nem mondják meg, hogy mi van. Valami eltalált, és az nem volt úgy kényelmes. 8/70. Szerintem itt feléletnek a holtak. Mi van? Kiest Rencsit, oda kell érnünk az archívumhoz. Most tényleg, nézd meg! Hát ez kész. Aha, tehát addig nem lehetett tovább menni, ameddig meg nem ölöd ezeket itt hátul. Ilyen mechanikát én még nem láttam a játékban, hogy... lefalazzák azt a részt. Na, töltsük fel a készleteket. Aludnék csak pittyegel, dicsakolsz. Na, majd megtudod te mindjárt a Dead Snow-ban. Egy óra múlva szerintem majd nézzük is. Zoomizunk. Ez mit jelent? Zimezunk, zimezunk. Recepice-bum-bum-bum. Van. Hasadás elvisz minket az édesanyánkhoz. Hál' Istennek. Aj, ne! Mi lesz itt? Rivet, eltűnt a dimenziós térkép. Biztosan az uralkodó ért ide elsőnek. Elmegyünk akkor a hajójához. Vissza fogjuk szerezni. Gary és a munkok biztonságban vannak? Megtaláljuk őket, mondja Recsi. Fogok szerencsét odafenn. Na ilyenkor most melyik oldalt fogjuk választani, hogy... lehet, hogy Recsiték lent a munkokkal szórakoznak. Aha, igen. Magas értékű eszközöket kell találnunk a felső szinten, és reméljük, hogy ott vannak a térképek is. Nefarius uralkodó zászlós hal... wow! Na hát! A Lombax! Hogy jutottál be ide, kérdezi? Úgyhogy elég szorít a biztonság. Nem nagyon jó a biztonság, ugye? Jók a programok. Hihetetlen mennyit nyel ebből a pisztolyból. Ennek nagyon-nagyon kellett volna még extra damage szerintem. Bár akkor lehet, hogy mindenki ezzel játszott volna végig, ugye? Átjössz ide, és utána mi jön? Ó, a másik oldalon megjelenik valami. A jó túrára jöttünk, nem volt szükségünk tikitre, ugye? Oda le lehet menni? Nem, az ott le van.
teljesen zárva a játékos elől. Mi lenne, hogyha itt a kivégzővel mennénk? Szerintem, hogy már nála van a térkép? Vagy... És itt látsz valamit a kvantum sisakjából? Semmi hasznosat. Itt kell, hogy legyen. Csak tovább kell mennünk. Oké, legyen úgy. Miért nem tudnak leesni? Erre most fentebb vagyunk, szerintem érkeznie kell ide még egynek. Aha. Remélem, hogy nem oda visszamászkálunk, hanem éppen előre haladunk. Nefarius pusztítója megérkezik, akkor most itt az idő, hogy egy méreglocsoló, egy bombavető. Leszáll, leszáll, igen. Valamint... Mi legyen még? Végzett kesztyű, az mehet, igen. Így mehet a fungi, kettő darab. Jó, és ezen kívül... Hát nem is tudom, bombázzuk meg, mennyire bomba, persze. Kettő. Gyönyörű. Nézd, hogy kapja. Viszonyatosan kapja. Hát, hogy elfogytak a bombáink. Aha, igen. Eltalált? Meg is vagyunk. Nagyon komoly volt a kis csipet csapat, akik megjelentek ott alul. Itt van Nefarius uralkodó. Már régóta vártam erre, mondja a Rivet. De ez nem ő. Várj! Na hát! Ez Gary. Jaj, ti vagytok azok. Reméltem, hogy megtaláltok. Bocsi, visszatérni a testbe meditáció közepén elég fájdalmas. Mi a fenét csinálsz te itt? Az uralkodó elfogott, miután rájött. De elrejtettem a dimenziós térképet egy anomáliában. Akkor még nincs nálam. Nincs, de kénytelen keretlen nyitja a réseket, hogy megszerezze. Időkérdés, hogy sikerül-e neki. Ajaj. Pusztító? Ezek mindenhol, persze. Ezek ilyen kis minibosszok, legalábbis én így nevezném őket. Jó hírek és rossz hírek. A rossz hír, hogy az uralkodó nincs itt. A jó hír, hogy itt van Gary. Azt mondja, hogy a térkép egy dimenziós anomáliában van elrejtve. A katakombákban az ásatási tornyok aktiválásával le lehet oda jutni. Aktiváltad őket a közeli nyomógombokkal. Akkor ez volt az a rész, ami még eddig nem volt megcsinálva a játszásban. Szerintem emiatt nem tudtunk felmenni egyébként az utolsó Lombax bigyuláért. Ez micsoda itt? Ez egy lorb. Aha, szerintem ez az utolsó. És akkor most mindjárt megszerezhetném? Hát persze! Menjünk azonnal. Erre rá kell állnod? És ezt hogy gondolják, hogy így állsz rajta? Gondolom. Aztán bekapcsol. Keresünk egy másikat. Nem kedveljük a clicking soundokat, amiket csinálnak? Mi lenne, hogyha én viszont itt elnyomnék egy warmongert? Wow. 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 Oké, meg is volt a szintlépés vele. De ezek végtelenül vannak. Melegedés. Nem semmi. Mennyire rengetegen vannak. Most már jó lenne, hogyha mindenki leborulna a nagyságunk előtt. Jó, keressük meg, hogy melyik gombot kell még megnyomni.
Oda felmehetünk a múltból? Aha, azt hiszem, hogy itt igen, és akkor a közelben volna a megoldásunk. Oda át kellene találnunk valahogy. Hát, ott megnyomtunk egy gombot, ami most zöld, és akkor itt mennek tovább. Aha, akkor ott is lesz egy. Na, ez biztos, hogy nem csináltuk meg a múltkor. És itt volt valami hatalmas lépegető szörnyeteg is. Ez nem az, hogy ezt le kell nyomni? Nem. Már látom. Ez az. Na még egy itt be van kapcsolva. Úristen, ezek szétvernek. Oda be lehet menni középre? Éppen be, csak kérdés, hogy miért csinálnád ezt? Ez a alsó gépház. Csak a hajó elrendezése. Belehalt volna a Nefarious, hogy felakaszt egy nagy neon kijárat gombot. Nem tudom, mire gondol. Nem is akarunk kimenni, itt jó helyen vagyunk. Életpontokat szeretnék szerválni, az igaz. Aha, és ott is lesz egy pressure. Na, nem tudok beszélni. Pressure play. Jaj, spektrál. Itt is mondjak magának. Mivel? Kivégzővel? Na, szerintem ez egy lövésből megoldja. Konkrétan meghaltunk, mire megnyomtuk. Ez nem volt szép. Az alsó gépház. Na jó, eredetés a furcsa. Istenem, nézd meg, milyen rohadt sokan vannak. Na jó. Akkor menjen a warmonger megint. Imádják. Nem tudnak enélkül élni. És... most. Perfekció. Perfekció. Itt már annyira sokan nem jöhetnek. Lehet, hogy le kéne rakni egy fungit, és az majd úgy elintézi, amit el kell. Tudod, hogy mi lehetne jó ezekre? A sokkoló még egészen jó lehet esetleg. Ez lehetetlen, hogy ennyire sokan legyenek amúgy. Ez teljesen meglep engem. A villámszóróval hadszoljon. Mert alapvetően csak kettő ütés lennének. Ajajajajajaj, már lehetett látni, hogy 23-an még felkelnek előttünk. És még többen, és még többen. Ó, oh, azt hiszem, hogy találtam itt valamit. Ha! Itt lehet környéken lazulni, értem. És ezt a gombot akkor megnyomtuk a múltkor. Próbáljuk meg elhúzni. Ez nem volt itt megnyomva még. Aha. És megnyomtam, vagy zöld, vagy mi van ez? Szerintem zöldnek tűnik. Ha megint úgy nyomtam meg, hogy meghaltunk. Körtelem, hogy ilyen... Hallod? A levegőbe utánam ver. Körtelem, hogy ilyen sokan vannak. Ott pedig valamit mutat. Nézd meg ott fent. Ott valami jelzés van. Szerintem ez nincs megnyomva. Én szerintem ez off. És ezt úgy fogom megcsinálni, hogy lerakok egy méregdocsolót ide, és minden más le van teljesen. Tudjátok, mit csinálva. Egy, oda, kettő, oda. Megcsináltuk! Hát a kombáki jövünk, soha nem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani. Aha. Gary tett egy erőszakmentesség fogadalmat. Nem baj, meg fogunk védeni. Hát ilyenkor nem lehetne azt felrúgni egy picit? Hát nem, mint hogyha arra ösztönöznék bárkit, hogy itt fogadalmat rúgjátok fel, de hát... az életéről van szó szerencsétlennek. Azt mondja, hogy egy aranycsavrot kell találnom, ami itt kellene, hogy legyen. Hát, hogy fent van ezen. Nem, alul van 41 méter. Akkor lemegyünk ide a katakombákba. De hát mi lenne, hogyha inkább kimennék arra a cuccra, ami ott van? Vagy ezt nem is tudjuk megszerezni még mindig? Hát, amúgy teljesen elképzelhető, nem tudom azt megszerezni, ami ott van. Oké, felmehetünk ide, 140 méterre van a célunk. Minden bigyula zöld. És fogalmad nincs, hogy ugorjátod a középre, nincs semmi.
ami akár eléggé magasra tudna ugrani. Itt hiába nézed, nincs semmi, ami felugratna. Nem lehet felmászni. Pedig ez az utolsó Lombax, Lorebax. Ez szörnyen idegesítő, hogy egyébként összegyűjtöttük mindet, és akkor itt megtorpanunk, mert nem lehet megcsinálni ezt. Na jó. De biztos, hogy később esetleg, vagy valami ügyes kitalációval majd rendelkezésünkre bocsátja a játék ezt is. Egyébként ott még a háttérben van valami. Az is ott jó magasan. Nem lehet, hogy azokkal, hogy most aktiváltuk, hogy zöld lett és nem piros, most elértünk valamit, és ehhez van köze az utolsó Lorebax megszerzésének is? Azt látom, hogy ott van egy... Sheen. Tehát, hogy azzal felmehetnénk oda. Aha, szerintem igen, szerintem innen. Így. Rá, Sheenre. És most kajak? Várj, vissza az egész. Ne, várj, hogy hívnak? Várj, recsit. Álljunk már meg, mind a kettő megvan. Hát persze, na de hát az a rengeteg csavar. Ezeket nem fogom itt hagyni, mind a 74-et. Na, hát szemben van valami, nézd. Már megint rákapcsolódik, hát ezt nem hiszed el. Ott szemben, ott. Az piros. Az miért piros? Mint hogyha ott is lenne balra valami, ami szintén piros. Lehet, ezeket mind meg kell nyomni? Nem értem, pedig ezek meg vannak nyomva. Miért piros a távolról? Az, ami igazából zöld. Kamu! Lehet, hogy elkülönüljön, hogy észrevet, hogy rá tudsz ugrani erre? Hát nem tartom kizártnak, de szóval fog elvinni. Ó, meg amúgy van valami dimenzionális... Mi ez? Zsebdimenzió is itt hátrébb. Szerintem itt ezt még most már elérhetnénk, bár lehet, hogy tévedek. Megpróbálkozunk azért vele. Szia, ez egy kicsit necces volt. Szerencsé, hogy az ugrás gombot épp időben meg sikerült nyomni. Innen gondolta? A zsebdimenzióban mindig van valami fontos, valami érdekes. Világért ki nem hagynám. Aha, és ez könnyen elérhető is lett volna egyébként, hogyha észrevettem volna. Na nézzünk csak be ide. Ne es le, nem gáz. Aha, nem lesz probléma. Szerintem szétverünk minden ládát, miközben nem tűnik ez annyira nehéznek. Lehet, hogy ez egy tutoriál, hogy megtanítsák a játékost arra, hogy hogyan ugrándozzon itt a... Nem tudom, antigrav vigyulával? Ja, minden bizonnyal. Aha, ez csak ennyi volt. Wow! Angilali okozza a hátfájást. Ez a Lombax Praetorianus. Wow! Akkor ebből már csak egyetlen egy darabra van szükségünk. Mekkora menő. Jó, mehetünk is szerintem akkor vissza. Úgy nyomta a falakon, mint a kestályos. Hogy fenne vinni azt a szart. És ezen a részen még nem is jártunk oda. Fel lehetne ugrani, és sosem voltam ott fent. Innen ki lehet vajon menni? Nézzük csak meg.
micsoda! Lehetetlen ledge fogások. Ez érdekes. Ez biztos, hogy egy olyan hely, ahol játékos még nem járt kint, de nekem most sikerült ide feljönnöm. Mi több, megyek tovább. Nincs megállás. Na ez egy elérhetetlen magasság nagyon sokaknak. Hiába, megint sikerült felfedezni valamit, amit másoknak nem. Nézzük azt ott szemben, meg van egy kémbot is itt a közelben. Nem tudom, nézted, de kijött végre a Yeti Survivor patch, rendbe tett az FPS technikai gondokat, perseket. Hála a jó istennek! Legalább technikai szempontból már nem lesznek gondjai a játszásnak. Én egyébként a Final Fantasy 16-ban is tapasztaltam ezt, hogy nagyon-nagyon sokat javítottak az FPS dropokon, és most már tényleg rendesen élvezhető a játék. Azt mondjátok, pereket az újrajátszás a Yetiből? Itt is kihagytuk a ritkánimot, de nem is tudtuk addig még, hogy létezik egyáltalán. Talán nem is csoda. Lehet, hogy itt van a kémbot eldugva. Ó, te figyelj már, én itt nem is voltam. Na hát... És akkor itt nagy sebességgel kell érkezni, vagy elegendő így is? Nézd, itt van egy hajó. Wow. Na ez menő. Ezeket már a bétára is illene kijavítani? Hát igen, igen. Manapság tudod, hogy hogy megy ez. Manapság a játékosok tesztelik a játékokat. Ezt korolnak a Quality Assurancián. És itt meg vissza lehet menni ugyanúgy, ahogy jöttünk. Nagyon tetszett ez a kémbot összeszedi. Kivel fog peregni az It Takes Two? Ez hogy jött most ide? Nem tudom, hogy kivel játszanám. Nem, de ötletem nincs. De hogy jutott eszedbe egyáltalán? És az ott van fent, és oda fel lehet menni? Minden bizonyabb volna valami feljutási, ha tudnánk. Aha, hát nem tudom. Hogy mész oda fel? Onnan át kell ugrani. Aha, látom már. Innen kell egy nagy fordulatot venni, és ott lesz. Beugrott most a recsizésről? Aha. Hát nem tudom, nem tudom. Nagyon sok jelentkező nem volt eddig, úgyhogy... Ha lenne egy barátnőm, akkor vele játszanám. Ez a cummó, az pedig lehet, hogy onnan fentről akarja. De lehet-e akkor át ugrani egy... Nem, az a baj, hogy mindentől távol van. Beszarok. Hát ne, most komolyan... Most tényleg? Ó, hogy a fene vinné el. Na jó, hát ezért sokat szenvedtünk. De várj, nem úgy volt, hogy ezt... hogy ezt odaadják? Micsoda? Szóval, hogy nem működik? Ilyet láttatok már? Ennek ki kellene adni a lore boxot, nem? Annyira örültem, amikor megnyerte a Game of the Year-t, igaz, nem volt erősen mezőny abban az évben, de akkor is. Ja, igen. Még mindig hiányzik pár trófea a Platinához. Implying. Szerintetek ezt hogy lehet előhozni? Mert... Hát ez így eléggé furi, hogy... végre rájöttem, hogy hogy ugorjak fel és semmi. Lehet, hogy azt akarja, hogy... Lehet, hogy nincs energiája, vagy... Hát itt minden zöldbe pakoltunk át a környéken, nem? Hát ott is zöld. Az is megvan ott nyomva, máskülönben az ott nem lenne zöld. Ez is, az is zöld. Aj. Lehet, hogy alul van valami, és... Szerintetek? Aj, de király lett volna pedig, most már meg lett volna az összes is.
innen egy nagy ugrással könnyen ott találod magad, és... ötleted nincs, hogy mit kell. Nem, semmire nem reagál. Lövöld, összeted, ütögetheted. Itt valami gombot szoktunk megnyomni, és egyből ki szokott jönni. Lehet, hogy bebugolt. Az utolsó darab a játszásban. Áj, ez szörnyű. Mi a felvillan középen valami? Igen, valami... Nem lehet vele semmit sem csinálni. Lehet, hogy akkor kell meglőni, amikor... Nem tudom. Az egyik szeme kék, a másik fele sötét. Nincs elég energia, ez nem egy ritmus játék lesz. Valami hiányzik belőle, pedig az összes megvan. Hogyha jobbra minden zöld, és balra nem, akkor én azt tippelném, hogy el kell, hogy menjünk ide errefele is valahová, és itt megtalálni a bekapcsoló mechanizmusát ennek. Jó napot! Igen, mindent megvásárolok. Adott mellék tevékenység, rejtett dolgok, minigémek. Aha, érdekes. Ja, már mint hogy a platina? Azt hittem, hogy azt mondod, hogy itt mit kell csinálni. Hát de valam nem látom, srácok. Pedig már annyira király volt, hogy végre sikerült oda felmenni. Legalább már ezzel meg vagyunk, hogy oda átjutottunk, de ennyi kell. Pedig olyan, mintha az egész világ zöld volna. Mondod, hogy csak ugrasszak valamire? Hát... Várjál, lehet, hogy ez a nagy... izé az, nem? Mindegy, úgyis jövünk még ide ki. Menjünk tovább a főküldin. Azért köszi, kedves tőled. Nem jöttünk rá, pedig meg lenne. Most már a Cummendárén. Na nézzünk csak ide lefele. Ki lakik ide lent? Valami katakombákok. Menjünk le a katakombákokba. Jaj, ne. Most láttam meg, hogy mi történik a másik oldalon. Mekkora katicák szállnak ki, nézd meg. Fúj. Oké, tehát akkor egy irányunk van erre. Itt nincs térkép. Ez most tényleg? Ne, vírusok fertőzték meg. Nincs. Miért? Vajdó. Pedig annyira király ez a játszás. És most megint a pókasszony következik. Hát mi történt itt, kérdezi. Nagyon örülünk, hogy el tudtál jönni a szerény otthonunkba. Hadd üdvözöljünk téged. Figyelj már, itt eléggé nehezen haladunk, úgy érzékelem, valamitől. Ez normális, hogy ennyire nehéz? Egy megvan. Ez az zárta le? Aha, az is megvan. Vagy nyitotta ki pontosabban. Egy pókassza, hogy mindent megbocsájt. Nem is sebeznek. Vagy én kapcsoltam be a sebezhetetlenség módot, az is lehet. Nem kapcsoltunk be semmi ilyesmit, miért valaki félre gondolná. Nézzük csak ezt itt. Mit csinál? Ja, hogy ezt jutotta ki, ugye? Aha, megvan.
When the dimensions cracked open and gave us so many chances to spread. És ez? We never dreamed it would lead us to someone like you, Glitch. Szóval megy. Like me? You're the one who helped us grow. Bevallom, nem látom. Itt kinyitottunk, de nem tudjuk, hogy micsodát nyitottunk ki. Majd később gondolom, hogy ez felfedi önmagát, hogy hol kellene keresnünk. Mindig a közelében kell keresni? Ha valószínűleg a plafonon kellene lennem. Is soknál sebb esetet, mert már álmos vagy, Zoli. Fájt egész nap mindened, már elfáradtál. Aha, itt semmi sehol. Hány ilyen fészek van még vajon? És itt most valami lelassít? Tehát ezen a részen... Ja, mint hogyha lelassítana bennünket valami. Na jó, hát hogyha megmondták volna, hogy merre kell tovább menni, nagyon, nagyon tudtam volna neki örülni, de mivel ezt nem tették meg, ezért elindulunk. Ebben az alagútban hátha lesz itt valami a másik oldalon. Ó, Jézusom. Hát lesz. Oké, hol lehetne itt feljutni? Jézusom, mi ez? Nézd, hányan vannak. Förtelem magam. És be is jönnek a tunnelbe gond nélkül. Szóval ezek itt születnek, neked meg az a dolgod, hogy leállítsd őket, ugye? Hogyha ezt most megnyomod, akkor egyből, na talán ezzel kevesebben vannak. A következő lépés, lehet, hogy a plafonon található, de egyőre nem látom, hogy volna. Értetlen lövéseket adnak le ránk a lövegek a távolból. Nem, szerintem ez csak egy alagút lehetett, és minden bizonnyal van még több is. Nézzük csak erre. Alagút 1-es. Nem lesz több? Hát, hogy felmegyünk a plafonra. Bár aztán lehet, hogy eddig végig a plafonon voltunk. Ah, sanda gyarum, hogy igen, úgy volt. És erre mi van? Itt is megy egy kábel végig. Aha, hogy aztán ne tudj ide kimenni. Viszont ott fent? Ezt tudira a starting pozíció. Megakasztják ezek a minijátékok a gameplayt, és az élvezeti faktorban nagyon sokat elvesznek sajna. Persze nem mindenki számára, mert valaki ezekért él és hal, hogy a plafonon mászkálhasson a pókasszonyjal, miközben iszonyatosan sok ilyen furcsaságot lő ki. Megértem azokat is. Én jobban szeretek TPS-ben recsittel menni és menni és zúzni és örömködni. Azt látom, hogy oda át kell mennünk valahogy. És azt nem tudjuk, hogy hogy. Elmegyünk itt, megnézzük, hogy van-e lehetőség. Ja, hogy valószínűleg akkor innen lesz. Aha, hogyha erre mész, itt átenged? Nope. Most ott vagyunk, ahol eddig voltunk. És erre már ráléptünk egyszer, oké. Okay. Még egyszer fentebb kell menni szerintem mégiscsak. Máshol már nem tudom elképzelni a továbbjutást. Hát tévedtem. Őszre neked pazarlok erre a shieldre. Jaj, mamám. Ez se szarn. Hát, hogy felvegyünk a... Jaj, jó, már látom. Az oszlopot nem tudta feldolgozni az agyam, hogy itt is lehetne közlekedni, látod? De itt sem fog átengedni, mi? Na, érdekes, mert előbb nem engedett volna át egy ilyen helyen, most viszont megtette. A töret megvan. Oda is fel kell mennünk, rá kell, hogy jöjjünk a megoldására annak. Pont a fejünk fölé, hogy fogunk átmenni majd? Ez lesz a kövi, amire szintén rá kell jönni. Itt lesz a leállító gombja annak. Ez is királyság. És ezek is vírusfényszkeknek számítanak. Nem mondod, hogy ezt nem enged. Miért nem enged át minket innen? Vagy oda? Azért, mert az még mindig ott van, és annak ott van alul kapcsolója. És ahhoz meg kell találnunk azt a részt, ami kapcsolódik ahhoz. Ez.
Valahol itt volt, ugye? Majd lehet, hogy visszafele megyek. Na most már a fene se tudja. Itt volt valahol. Még felül voltam, addig még láttam. Aztán már elmaradt. Már eltűnt a látása annak a dolognak. Mész, itt kijössz. Bent a ott van. Tehát, hogyha felmész a plafonon, kijössz oda, és akkor pont fölötted lesz. Tehát nekünk itt kellene maradni, de az a szar elállja az utat, ugye? És ott is van valami, itt kettő darab valami is van. Akkor azt kell követnünk oda lentre. Oda sem megyek innen vissza. Jézusom, na még egyszer? Tehát akkor most feljel lefelé van, ugye? Most a földön kell keresnünk a megoldást. Gondolom, hogy itt le kell, hogy menjünk. Ilyen gigantikus tévedésekben leszek mindjárt. Maradjunk így. Jó, most valahova lementem. Innen jöttünk be, és oda kellene átmenni. Hogyha itt errefele mész, aha, ez lesz az, a megkerülő. Na, ezt nem jött, erre nem jöttünk rá előzőleg. Most viccelsz? Erre már megint szar helyen vagyok. Ezt hogy csináltam? Azért mert nem mehetek ott át. Viszont ott mellette elmehetnék. Meg vagy! Szenvedős. Minden itt neki. Itt van. De ez volt az. Pontosan nem tudom, hogy a bal oldali mit nyitott, de most a jobb oldalival már meg vagyunk. Tűz van ledöntve. Na mehetünk, let's go. Ezt egyébként ilyenkor ki kellene nyitni, nem? Hogy könnyebben visszajusson a játékos. Tiszta szisz nem sok. Na, az egy kicsit azért jobb volt. Tehát az a régi mechanika szerintem ott az űrhajóval, vagy minek nevezzem azt. Hát igazából űrhajó volt, amiről másolták. De már nyilván nem az volt. Szerintem rendkívül jól tudott működni. Nehéz is tudott lenni. Nagyon szórakoztató is. Menjünk a másik oldalra. Ajajaj, Spaceballs, azt mondta. Ez nem szerencse, hanem skill. Mekkorában van a csaj már itt magával? Talán megvagyunk amúgy. Te azt volt futunk, hogy vagy Mizu? Mi az, hogy wasting ammo? Hát végtelen van. Nukleáris impulzus kell indítanunk? Nem, még ráérünk. Azt mondja, hogy van egy utolsó kapcsoló, ami itt még nem megy tovább, és ezt feltételezem, hogy erre lesz. Aha, az itt volt közvetlen mellette. Mester vírus, soha nem láttunk még ilyet. Soha nem szabadulsz meg tőlünk? Hát hadd szóljon az, gyerünk, nyomod. Meg is van. Mi volt ez? Milyen boldog! Konkrétan sikoltozik itt nekünk. Megállítottam őket, tényleg megállítottam. Tegnap még régi fájlokat töröltem, ma pedig... Örüljünk együtt a kis furcsa lénynek, teljesíts minden glitch kihívást. Na, inkább ennek örüljünk, nem neki, hanem ennek az achievementnek, amit sikerült elérni. Sok volt már ezekből a pókokból, pedig összesen volt körülbelül 4 a játék. Teljes hosszában nézve. Attól félek, hogy viszont még lesz majd a futkározós bigyulával. Azért jöttünk ide be, hogy megtaláljuk az aranycsavrot. Mindent értek. És akkor a másik ajtó mögött vár ránk, gondolom a kincs. Jaj, csuklom. Ez Románia? Az. Ez a hely. Hatalmas. Dehogy is. Oda tudsz vinni minket, bejutatok, megtalálom azt a térképet.
Gary, rossz irányt vettünk. Óriási csőben vagyunk, aminek olyan szaga van, mintha... Mit csinálnának? Vízvezetékek, lennie kell ragacsos nyomvonalnak, ami a katakombákokhoz vezet. Ez a mellékterméke a... Mindegy, nem fontos. Ragacs, jaja. Szóval Zoli, jó pihenést. Ja, és ebbe egyáltalán nem szabad hozzáérni sem. Még a parton sem. Jó, Pete, szeva. Nem tudunk térképet használni. Szóval valaminek a mellékterméke, amivel biztos, hogy meg kell, hogy majd küzdjek, ugye? Miért kaptunk itt másik csiguszt? Ez furi, hogy itt meg lehet állni egy pillanatra. Itt valami térkapu látszik, szerintem ez majd még fontos lehet a későbbiekben. Mehetünk gyorsan jobbra. De még mindig nincs térképünk. De mehetünk erre által. Nem tudom, ez mi volt most ez a karika, amit itt aktiváltunk. Menj rajtuk keresztül, Ratchet. Na hát, elgázoltuk az összesen. Hát ilyet nem szabad egyébként. Szörnyen sokan vannak. Nincs más választásunk. Megérkeztünk. Fogalmam nincs hova. Ez micsoda, amit... Ez volt a csirke maga, amivel jöttünk idáig? Vagy csiga? Hát... Na mindegy. Jó, ezzel meg is vagyunk. És ezek azok a monkok, akik őrzik az archívumot, ugye? Megtaláltuk a részt a dimenziójukhoz. Eljöttünk, hogy lezárjuk. Hogyha visszatartod őket... Jaj, rajta vagyunk. Élő halott Gruntorral fogunk szembenézni már is. Férfi kórust hallok a háttérben. Akkor ebből valami durva fog kisülni. Tartsuk őket távol a monkstól. Az eltalált. Én megnyomom itt rá a barmonger. Milyen sok életpontja van, mi? A végzett keszfiek komoly szintlépést kapott. Muníció kifagyott teljesen. Mehetnek a bombavetők rá. Jó, menjen megint a méreglocsoló ló, utána pedig a fungál. Kettő. Viszonyatos, hogy szét cincálnak. Egy végzett, kettő. Három. Négy. Oké. Ezekő pengén... Na ne, hogy valami eltalált. Ki hitte volna, hogy valami ott eltalált? Én nem hittem volna. Ha más mesélte volna, akkor se hittem volna el se. Itt szokott megjönni, ugye? Aha, szerintem már most megkezdjük a warmongeres belerakását a dolgok. Micsoda, valaki nagyon csúnyán beszél, hallottátok? Ki kellett csípolni, valaki olyan gusztustalanra vette itt a formát. Azt a... Jó, méreglocsolék, még egy darab. Azt mondja, mehet a bombavető. Egy, kettő, három, négy. Mehet a fungál. Egy, fungál kettő. Mehet a romboló bomba. 7%-ot sebez egyébként mindössze a romboló bomba rajta, tehát azért annyira nem sok, ha belegondolsz. Ungiból megvagyunk, mert még egy locsoló. Hát talán a penge. Talán jó lesz. Wow, oké, jó volt, meg vagyunk. Ismét halott, élő halottak. Na, a rést bezártuk. Kösz, vándorok, mondja a monk. Haladunk kell az anomália felé. Menjünk kell, vigyázzatok magatokra, srácok. Bolygón vagyunk, megvan már a térkép.
Lehetőleg gyorsabban visszaszerzem a térképet. Be fogunk ugrani oda? Wow, nem láttuk az uralkodót kifelé. Tudtátok, hogy már a föld alatt van. De hát pontosan oda akarjuk mi is jutatni, úgyhogy azért annyira már akkor nem mehet messzire. Jól van, megyek már, csak megnéztem az arénákokat. Nézzük, hogy mit találunk ideben. Pont erről beszéltem, ugye? Szevasz, Helmefisztó! Aha, szóval... Mindegy, megpróbálkozunk egy utaugrással. Egy-kettő, ez menő, meg vagyunk. Ez tekeri, ez az. Most már rá tudnak jönni a vidám fiúk. Azt még azonban ki kell szerintem, hogy szedjem onnan. Annak úgy kell, hogy maradjon ugye minden körülmények között. Ez egy nehéz gömb, ami megnehezíteni azt a platformot, hogy lejöjjön hozzájuk, úgy van. És akkor itt kell majd még mindjárt kitalálnunk valamit, hogy tovább mehessenek ebbe a kapu irányba. Szerintem itt legalább három puzzle lesz, nem csak egy. Ha rálépsz erre, akkor... Because the dimensions are close to completely collapsing. Tehát, hogy rá kell állnunk ahhoz, hogy oda felmehessünk. Yes. That is ahhoz a viszont valid reason to be nervous. Meg kell őket nehezíteni, ugye? Így van. Megnyomják a gombot nekünk. Jó, hogy nem valóságosak, de úgy érzem, hogy meg kell köszönöm a lehetőségeimnek. Segítettek megismerni a dimenziót. Aha, köszi. Köszklenkek. Jó, és akkor most furcsa módon egy ideig kihagyott ez a dolog, hogy le tudjunk jönni. Az kellene, hogy ezeket valami megfordítsa a helyes irányba, ugye? Na jó, nézzük, kezdjünk el gondolkodni. Nem, ez mindenféleképpen alapvető. Ez létfontosság, hogyha ezt kiveszed, akkor mi történik? Akkor... Nem lehetne valahogy megoldani, hogy ezek mégis inkább erre jöjjenek velünk? Mert hogy nem látom, hogy mi fogja őket eltéríteni az útból, hogyha ott az erre jönne. És innen menne tovább, ezen a tökéletes, ugye? Csak hát mi fogja ezeket rávenni, hogy mégis erre jöjjenek? Ezt kellene valahogy megtekernünk a másik irányba. Ez nem tudom micsoda, amit ide beraktam. Mi az, ami eltéríteni őket az útjukról? Sőt, ez is tök jó kérdés, ez miért erre áll? Lehet, hogy ha követed a kábelt és megtaláld azt ott, akkor az a gomb lesz az, ami végül... De mi tényleg itt ezt a gombot kell megnyomni, hogy az ott megváltozzon és errefele álljon, és akkor utána jó fog állni? Akkor viszont az kellene, hogy a nehéz gömböt rárakjuk arra. Mind a kettő oldalába lehet rakni valamit, ez furi cucc. És akkor most ezt lefordulnak, persze, mert nincs ott betéve a nehezítő. És elmennek oda és megnyomják a gombot, hogy én felmehessek oda, de ott nem lesz szerintem gomb, az csak oda van kötve. Vagy mégis? Aha, igen, és akkor most tudnak erre eljönni. Jó. Értem már, ez volt az előző mechanika, amit furcsáltam, hogy mégis mi a fenéért történik ez így. És akkor most megérkeznek és elindulnak abba az irányba, ott meg már mindenki a helyén áll, tehát nekem csak ki kell várnom, hogy végig menjenek. Ennyike! Ott kellett volna maradni, fent, és akkor hamarabb megoldottuk volna. Teleportálunk a kijárathoz. Jöhet a következő puzzle. Ez a tudás. Érzem, végre közel állok ahhoz, hogy mindent megértsek. És tudjam, hogy hogyan lehet megmenteni a dimenziókat. Oké, tehát akármennyire is kellemetlen ez a játékmód, azért mégiscsak szükséges, hogyha belegondolsz. Máskülönben Clank nem értené meg, hogy hogyan lehet megmenteni a dimenziókat.
Aha. És itt nincs semmi. Menjünk, szedjünk néhány golyót magunknak. Ide jössz és megtekered. Ez az, ami vezeti az egészet oda a másik irányba. Érdekessége lesz, hogy ott nem tudjuk, hogy hogy fognak ezek felmenni, ugye? Ez egy nehéz gömb? Ez mit csinál? Aha, érdekes. Most azt mondanánk, hogy maradjon lent. Ez mi volt, amit elhajítottam? Az egy emelőgömb volt? Aha, az egy emelőgömb. Nem szeretném én feltétlenül azt ott megemelni. Nem is értem, hogy mi a fenét emelnék meg. Oda is kiteszed azt, azt sem fog neked segíteni. Úgyhogy itt megemelem a többieket és elindulnak ebbe az irányba. És ha tovább mennek és megnyomják a gombot, az jó. Jó, tehát akkor ők most ott nyomják. Én azonban azt ott nem tudom rendesen kihasználni, kivéve mi történik, hogyha ezt itt kiveszem és berakom oda. Ez most lemegy? Oh, fene tudja, barátom. Fene se tudja. Mi ez a puzzle már meg? És akkor ennek lesz még egy szintje? Lehet, hogy holnap csináljuk majd csak meg. Melyik nap? Kedden. Szóval van egy emelő gömb, amivel átrakhatom a többieket abba az irányba. És ez mit csinál? Az elküldi őket erre. És azt egyébként, hogyha most ilyenkor így felküldöm, akkor kiszedik a cuccokat onnan? Nem, mivel hogy az nem nagyon törhető. És hogyha azt mondanám, hogy ide jöjjenek. Hát, ennek nem sok értelme van. Valami kellene nekik, még itt az elején, amit ide raksz, amitől erőssé válnak, és akkor jobbra-balra, ha oda kell az emelőgömb, hogy össze tudják törni ezeket, ugye? Tehát ezen a lényege, hogy azt a kettőt összetörjék, utána már valószínűleg rendelkeznénk mindennel, amire szükség van, ergo. Egyetlen egy dolgot kell kitalálnom, hogy a fenébe oldjuk meg azt, hogy én oda átmehessek. Ja, hogy én ugrok. Persze, hát nem is olyan bonyolult. És akkor ők meg jönnek erre, és akkor engem... jó van, oké, nézzük, nézzük. Ott van egy gyorsító gömb, lehet, hogy egy gyorsító fog segíteni abban, hogy... Hogyha gyorsan mennek, akkor nem tudom, jobban átmennek ott? Ezek még mindig itt futkároznak. Kár, hogy ezt nem lehet szétverni. Na jó. Kellene nekünk egy nehezítő, ugye? A nehéz gömbbe egy sincs. Van egy emelőnk, meg van egy gyorsítónk. És akkor most tök gyorsan fognak tudni felmenni oda. Mindjárt kipróbáljuk. Tehát akkor csinálunk egy emelőt oda. És csinálunk egy gyorsítót oda. És nagyon gyorsan mennek és... Tarsz úgy azzal. Valahogy megcsinálták. És akkor most, hogyha én ide beállok, akkor én is felmegyek. Jó, és hogyha most balra mennek, akkor mi történik? Jó. És hogyha most ide rakom az ugratást, ezt még nem vagyok benne biztos, hogy hova kell rakni. A gyorsító az elejére jó lesz. Egy emelőgömb kellene ide. Gondolom, hogy nem ártana, hogyha itt lenne egy gyorsító. És akkor hihetetlen sebességgel ugranak majd át. Igen, jönnek ide. Ez pont kellemetlenül jött most össze. Ó, nem, hát ezen végig mennek. Csak ott van még egy daráló, amit gondolom meg kéne emelni. Be tudom rakni ezt az emelőgömböt? Kész. Milyen nagyot ugranak ott? Wow. Ez hogy esett ott? Most szivatsz, hogy nem tudod oda bemenni? De mi baja van mégis? Hát ott most mégis mi a fene baja van?
Hát de ott már végig kellene mennie, hát ez nem úgy van, kérem. Mi baja volt? Hát ott azt hittem, hogy megcsináltam. Várjál. Mi veszük azt a cuccot. És... mi kellene oda? Hogy van ez? Másikat kirakhatnám? Azt kellene ugye, hogy itt ezek most elmennek oda, és akkor szépen engem átemelnek. Már azt hitted? Hát már én is elhittem, hát ez szörnyű. Mi van, hogyha itt ezt megnyomod? Tényleg ez micsoda? Ja, ez megfordítja azt az irányt a bal oldalra, hogyha erre jönnek. Aha, vágom, vágom. És akkor van egy emelőgömb, meg van egy nehéz gömb. Hát az emelőgömb az kellene oda. Konkrétan visszarakna. Nem, jól csináltam. De átugranak, átmennek oda, szépen balra. És felnyomnak minket oda, és akkor ott meg tudjuk nézni, hogy mégis mi volt a gond ezekkel. What? Elnézést. Kicsit közelebb kell, hogy ugorjanak, így. Jönnek már a vidám kis pockok. Gyerünk, gyerünk fiúk, nyomjátok. Jó, és akkor itt... itt mi kellene? Egy nehéz gömb még ide esetleg? Mert a nehezítés az azért volt jó, mert nem fújta el őket a szél. Amit random rájuk tört, én nem értem. Itt egyszerűen fogták magukat. Mi most kajak itt? Mi van? Mi ez, hogy itt lyukas a föld? Aj, ne! Most tényleg lyukas a föld? Szedd azt ki abból? Konkrétan lyukas. Rakjunk be egy izét, egy gyorsítót ide is. Hát pedig ezt nem fogod lentebb engedni. Aha. Szóval akkor meg kell oldanunk úgy, hogy ide meg berakok egy ugratót nekik, és akkor... amikor erre jönnek, akkor is szépen átul. De akkor ez két lépcsős, tehát hogy először azt kellene megoldanom, hogy... vagy nem két lépcsős? Azt kell nekik, hogy jó gyorsan ugorjanak egy jó nagyot. Ez most hogy fordult át arra felé? Nekem pedig ide kell állnom? Mert akkor ráugranak. És akkor... áfó. Szörnyű. Szörnyű. Én szoktam szeretni a puzzle-öket, de ezek valahogy annyira nem. Hála az égnek. Teleportálás a kijárathoz. És következik, gondolom, a végső próba. Istenem, talán ez az utolsó fejtörő. Szinte égek a tudás vágytól. Hát Clank, én is. Úgy érzem. Mert csak úgy lángolok. Átugrunk oda jobbra, megszerezzük ezt itt. A dupla ugrás erejével. Én értem ezt a Lemmings témát, abszolút megértem, ha valaki csak frusztrál. Ja, mert... én csicska vagyok, aztán így tudod. Tudnál Ratchet magának, hogy vegyen egy mély lélegzetet. Nem szabad megfelelkeznem arról, hogy idáig eljutottam. Statisztikailag is ugyanolyan valószínű, hogy most is sikerrel fogok járni. Ennek itt valaminek rajta kell maradnia, ugye? Máskülönben nem tudjuk ezeket felszedni. Mi lenne, hogyha... emelőgömböt pakolnék oda, és akkor ezek a vidám fiúk erre jönnének, én meg elhúznék innen a francba. Ugye? Tehát ők jönnek szépen, nyomják oda le. Én ezt kiveszem, belerakom ide, hogy vissza tudjak jönni. Majd kiveszem, belerakom ide, hogy ők is ide tudjanak jönni. Átugrunk, minden a helyére kerül, de egyébként az ugrás sem lett volna szar. Most, hogyha kiveszik onnan azt, akkor minden bizonnyal fel tudok jönni ide, innen pedig át tudok menni oda, hogyha az elektromos gömböt berakom ide. Jó, a következő feladat az ott lesz fent, hogy oda hogy menjünk be. Érdekes, hogy oda is be lehet rakni ezt meg azt.
Alapból nincs puzzle téma, nagyon előtt a core játék, én több behúzza a játékosokat, meg tudja akasztani a lendület. Hát ez nagyon, nagyon, nagyon. És az ember egy izének éli meg, hogy mi a francnak kell ezzel szórakoznom. Sztoriba beleillik, nem arról van szó, tehát a sztoriba jó. Gondolom, hogy vissza kéne innen mennem. Nem hiszem, hogy... Lehet, hogy egy nehéz gömböt rakok oda, és akkor lejjebb jön. De hát az, a, ami össze van kötve, az nem segít, nem? És arra is hiába tenném, ugye? Mert... Így van. Nem baj, már a puzzle-nek egy jó része megvan. Hogy az eszközkészletet összeszedjük, ugye? Akkor a többiek meg erre nyomulnak. Az ott egy ugrató. Hogy hogyan fogják tudni... Úgy, hogy az elektromost oda betesszük. Kell egy gyorsítógömb. Oda, gyorsan felugranak és elmennek jobbra. És azzal mi fog történni, hogyha ők oda mennek? Nem, nem jól fújja le őket a szél. Pedig az elektromosság az ott jó. Azokat, azoknak meg kellene oldanunk, hogy ne legyenek ott. És ezt nekem kell kihasználnom. Nem nekik. Értek mindent. Menő. Akkor most ami probléma, az az, hogy... Arrafele már nem kell vinnünk őket. Ott mindenféleképpen elektromosság lesz szerintem. Azt kivesszük, berakjuk ide. Visszajövünk. Ez ami lefújja őket. Ha itt lenne még egy ugrató, akkor átugorhatnának oda, ugye? Csak hogy egy ugratás kellett ahhoz is, hogy ide át tudjunk jönni. Ha itt... hogy vezessük át őket alul. Már elfejtettem, hogy azt ott meg lehet-e tekerni, de szerintem nem nagyon. És hogyha ott mennének ki, akkor... Ez csak arra volt jó, hogy fel tudjuk venni a gömböket. Már itt vagyunk a megoldásnál, ezt itt meg kellene nehezíteni. Ha megnehezítenénk őket, akkor tovább tudnának menni oda lefele. Ott meg gondolom, hogy ugraniuk kellene. Nem is tudtam, hogy ennyi gömbön van. Megkerült hozzá ennyi gömb, mert hát akkor ez így már easy. Én meg nézegettem, hogy hova rakjak micsodát. Tudom, hogy állítsuk meg a kataklizmát. Wow! Dimenziós térképet is meg fogjuk szerezni. Osztó! Na, hát ezzel túl is jutottunk ezen a iszonyatosan király kis puzzle-ön, és azt hiszem, hogy kedden vagy. Kedden és szerdán fogjuk majd az utolsó részeket a játékból folytatni és befejezni is. Remélem, hogy tetszett nektek a mai kis gyors előre haladás. Megcsináltuk az utcsó... Várjál, mert egyébként nem kapunk egy achievementet, hogy... Ja, lehet, hogy itt az, hogyha megszerzed, akkor kapod meg. Megcsináltad! Hurrá, mondja Nefarious! Add azt ide, nem kell barátaid fejét a torrent 4-re küldenem. Jaj, ne! Ne aggódj, rendezni fogok egy partit a győzelmeim tiszteletére Zordon börtönben. Jaj, ne! De hogy kaptak el minket? Amíg odakint szórakoztunk. Menekülj, hát ez az utolsó esélyünk, hogy megállítsuk. Át kell, hogy alakuljon ki, ugye? Sorry. Bocs. Aha. Ő volt az, aki a kezét letépte. Ó, és most látta. Mit csinálsz te itt? Kérdezi Nefarious. És nyilván beszippantja. Valami dimenzió hasíték. Ja, mert hogy persze Nefariousnál ott volt közben a dimenzionátor. Önvédelmi használatból. És akkor most ők is elmennek valahova. Vajon hogyan tudják megoldani, hogy oda menjenek vele, ahova akarnak menni? Anélkül, hogy
betáplálnának valamit is, ugye? Mert tehát így kb. Csak kattintgatják és ugrálnak a dimenziókon át. Azán kiköthetnének az űrben valahol, egy csillag belsejében. Szegény Vivet meg itt most azt mondja magám, hogy az a rohadék, hogy letépte a karomat, és mindvégig nem is mondta el. Szerez vissza a dimenziós térképet, semmi kétség, achievement a Steven. Nem kaptunk viszont arra achievementet, hogy megcsináltuk az utolsó klenkes puzzle-t, úgyhogy én kicsit félek, hogy ettől még lesz még. Hát, hogy lesz még egy, és... Aj, ne már. Na de, legalább az epizód szerintem jól alakult. Rivettel megérkezünk ide, a fogalmunk sincs hová, hogy innen menjünk majd tovább a következő epizódban, és befejezzük a játszást most már hamarosan. Szerintem nincsen sok belőle hátra ugyanis. Nézzünk egy manuális mentést, és... Zordum? Ki az a Zordum amúgy? Feldolgozók központnak itt kell lenni a közelben. Kérek, legyetek, hogy srácok. Ő lenne a Zordum ott lent? Ez nem az a Kraken volt, ami szétszette a kalóz hajót? Vagy lehet, hogy a bolygó neve Zordum? Vagy mi a... Várjál, lehet, hogy mi is bolygón vagyunk. Tehát ez egy aszteroida. Nem, tengerei vannak. Érdekes, hogy bóják jelzik ott a valamit. Egyébként fogalmunk nincs, hogy mit. Nem hiszem, hogy itt lehetne úszkálni idekint. Zordum börtönéből kell. Hát megmenteni a többieket. Ez most kérdés, hogy vajon a Zordum börtön jelöli, vagy Zordum az a valaki, akinek van egy börtöne. Itt lesz egy kémbot is majd. Nem, ott fent írja apró betűvel, hogy Zordum börtön. Ah. És már régóta nem jártunk itt. Ezek szerint lehet, hogy Rivet ismeri ezt a helyet közelről. Na jó. Hát innen folytatjuk, akkor nézzük meg, hogy hányad részén állunk az egésznek. Szerintem azért ma is sikerült hozzá csapni jó néhány százalékot, egy 5-6 százalékot mindenképpen. Úgyhogy most már a játék 3/4-én túl vagyunk. Börtöntetkója van? Az van ráírva, hogy Róza. 78 százalék. Azért mondom, hogy azért egy ilyen rövid kis másfél óra alatt is lehet egész 10 százalékot haladni a játékkal. Sőt, ebben az egy másfél órában rengeteg mászkálás volt benne az utolsó lorebox, meg a mit tudom én minek a megszerzéséért. Mentünk és kalimpáltunk a... mondjátok már miben... ott a kalózoknál, szeregettük a ritkániumot, meg nem is tudom még mit csináltunk. Csigaháton szágúdoztunk, hogy aranycsavart szerezzünk, meg megcsináltuk a pókívást egy másik aranycsavarért, meg klenkkel is nyomultunk, úgyhogy azért ez... Szerintem ez a 10% ez így menő volt. Innen most már nem lehet annyira sok a játékból hátra. Biztos, hogy kilépsz? Persze. Na, innen megyünk tovább. Vigyázzatok nagyon magatokra. A Discordon megnézzük a Dead Snow című filmet, amit szerintem mindenkinek is érdemes látni. Tom Clancy. Tom Clancy-t majd befejezzük. Szerintem abban a játékból már csak nagyon kevés van hátra. Lehet, hogy 3 stronghold, tehát azokat kitisztítjuk és csá. De majd meg kell néznem, hogy az alapjátéknak a végjátszása hogy van. Meg egyébként abban ott van még a Warlords of New York című DLC a Division 2-ben, és arra is rá kellene nézni. Na hát hangom az már nincs. Sorry, hogy ennyire iszonyatosan fáradt voltam a mai napon, de remélem, hogy tetszett nektek mind a kettő játék, amivel ma este játszottunk. Szerintem a Last of Us is tökre király volt, meg a... Ratchet & Clank is, jövő héten mindenféleképpen kell játszanunk, be kell fejeznünk ezt a játékot, a Last of Us-szal lehet, hogy vasárnaponként fogunk játszani, ezt majd még meglátjuk, hiszen szombaton már jövő héten meg kell kezdeni az Expanse című játék Telltale Series-nek a következő részét. Esténként egyébként számíthattok éjfél után Ace Combat-re, hogy azzal is haladjunk majd egy kicsit, és holnap este pedig a Fallout 4-el fogunk játszani, úgyhogy pénteken Zelda, hétfőn Fallout 4, vasárnap szerintem Last of Us első része, kedszerda Ratchet & Clank, éjszaka Ace Combat, nagyjából így fognak kinézni a napjaink. A csütörtöki nap az még kérdőjel, lehet, hogy oda be fogunk tenni még egy Last of Us-t, és akkor hetente 2 epizódot csinálunk belőle.
Ez egyébként már nagyjából össze is rendezi az egész hetet, amit most elmondtam. Valamint a Telltale X-Men-zen kívül jövő héten szombaton a Summer of 58 című játékkal is fogunk játszani. Úgyhogy ez lesz a teljes menetrend. Na már most ki is írhatom a Discordra, hogy ki mikor, mire számíthat. Jó éjszakát kívánok nektek, jó pihenést, és találkozunk itt legközelebb. Sziasztok!